vagy? Mit mondtál nekik? Szemetek egy szót se tudtak kiszedni belőlem. Ah, pedig nagyon megvertek, vérzel. Hát csak egy karcásban hagyjad. Azt hittem, hogy sikerült végre egy megbízható sofőr találni. Mennyit fizethettek neki? Biztos többet, mint amennyit mi ajánlottunk. És most? Hogyan fogunk kijutni innét? Nem lesz egyszerű, az egyszer biztos. Valahogy szét kellene feszíteni az ajtózárát. Vagy esetleg az ablakrácsot felfeszíteni. Á, ugyan. Vasból van, láthatod. Mégis mivel? Ne legyél ilyen pessimista, könyörgöm. Hát emlékezz, gyerekkorunkban anya mindig azt mondta, hogy vállalt fel magad, és a probléma egy-kettő megoldódik. Már csak most is ilyen egyszerű lenne. Tudod, sokat gondolok rájuk manapság, meg Adéra is. Amikor otthon voltam, sokat beszélgettünk a család alapításról, meg gyerekekről. Fiút vagy lányt szeretnél? Én titkom mindig is fiút szerettem volna. Kristófnak neveztem volna, de Adél nyíltan kijelentette, hogy ő pedig lányt akar. Barbarának neveztem volna. Kristóf, Barbara. Szép nevek. Bízunk benne, hogy hazamehetsz, jó? És az álmaid teljesülhetnek. Meg tudod ígérni? Megígérem. Kívánnál még valamit mondani? Életemet a hazáért. Yeah!